Sokat tettek azért, hogy a történelmi ellenségeskedésből történelmi barátsága alakuljon a két nemzet kapcsolata, emelte ki Szijjártó Péter Szegeden. A magyar külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, a hétvégén megrendezett magyarországi és szerbiai sorsdöntő történelmi jelentőségű parlamenti választások nyomán minden adott a munka folytatásához. Aláhúzta, hogy a magyar-szerb kereskedelmi forgalom értéke januárban több mint a kétszeresére nőtt, és Szerbiának nagy szerepe van Magyarország energiaellátásában. Tehát a sikertörténet fejezetei íródnak, de ezek a fejezetek akkor válnak majd egy komplett könyvé, legalábbis annak első kiadásává, hogyha Szerbia Európai Uniós csatlakozása egy befejezett folyamat lesz. Itt szeretném aláhúzni a magyar álláspontot, Szerbiát fel kell venni az Európai Unióba, tegnap fel kellett volna, és még a pótvizsgán átmehet az Európai Unió, hogyha holnap felveszi a szerbeket. Továbbra is folytatódik a gazdasági együttműködés a két ország között, és a Belgrád-Budapest gyorsvasút kiépítése is, valamint évvégére befejezik a Szabadka-Szeged vasútvonal felújítását, emelte ki Nikola Selaković. A szerb külügyminiszter emlékeztetett, hogy ennek első fázisát a közelmúltban adták át. Izražavam uverenje da ćemo u najskorijem periodu prisustvovati i otvaranju i druge faze, ali i spajanju srpskog i mađarskog dela ove brze pruge, čime će blizina i dostupnost naše dve prestonice našim građanima svedočiti upravo blizinu i intenzitet saradnje naše dve države. Magyarország szerda reggel bekérte az ukrán nagykövetet a kijevi kormány tisztségviselőinek magyarországi választásokkal összefüggésben tett megnyilvánulásai miatt. A sajtótájékoztató végén a Pannon RTV kérdésére Szijjártó Péter elfogadhatatlannak nevezte a kijevi kormány tisztségviselőinek nyilatkozatait. Hozzátette, a magyar emberek demokratikus választáson döntöttek, az eredményt így mindenkinek tiszteletben kell tartania.